Na de délután 3 óra sincs, úgyhogy kezdjük el borozni. Sziasztok! Ismét itt vagyok egy vlogmas résszel, és elég kaotikusan indult a videó tervezése, mert egyetlen egy dologban voltam biztos, hogy szeretnék ebben a vlogban forralt bort készíteni, mert még sosem csináltam, és nekem azok az illatok az úgy a karácsony. Szóval, hogyha elmegyek egy karácsonyi vásárban, vagy itthon érzem úgy ezt a nagyon finom forralt bor illatot, akkor instant karácsonyi hangulatom lesz. Viszont ezen kívül szerettem volna végre eljutni így kamerával is, meg normálisan egy karácsonyi vásárba, mert egyszerűen nem tudtam így az elmúlt hetekben, vagy csak nagyon rövid időre, viszont tegnap is szakadt az eső este, azelőtt is, szóval egyszerűen így nem tudom, a sors nem akarja, hogy kiussak oda, úgyhogy remélem, hogy ma sikerül, de ha nem, akkor arra is van egy B opcióm. Minden esetre a forralt borhoz itthon a karácsonyi bort odatta, hogy akkor holnap majd hozok másikat. Szóval ez egy villányi bársony küvé és egy száraz vörös bor. Nézzük is, hogy miből készül a forradbor. Közben átvettem gyorsan egy pulcsit, mert elég hűvös van. Na de nézzük is a hozzávalókat. Kelleni fog 2 narancs, egész fahéj, ebből vettem 2 félét is, mert nem tudom, ez nem volt annyira bizalomgerjesztő. Kell még egész szegfűszeg, és én vettem még pluszba ilyen forraltbor ízesítőt, tüzes boros forraltbor ízesítő, forraltbor ízesítő 1 liter borhoz. Gondoltam, megnézem, hogy mik vannak benne, hogy jókat vettem-e, és összetevők, kristálycukor, aromák. Búzalisztet is felhasználó üzemben készült. Hát mondom, kösz, amúgy nem tudom, lenne itt az internet, hogy 2 percet rákeresek, de tegnap csináltunk amúgy így a barátokkal forraltbort, és abba is ezeket raktuk, és nagyon-nagyon finom lett, úgyhogy szerintem nem fog kelleni más. És még vettem őrölt szerecsendiót is, ez nem tudom, kell-e bele. Na de délután 3 óra sincs, úgyhogy kezdjünk el borozni. Na és csak, hogy teljesen piszik legyünk, nyilván ha 18 év alatt vagy, akkor nem vehetsz bort, nem borozhatsz, nem főzhetsz forralt bort, úgyhogy akkor csak élvezd a elképzelt illatokat és a főzés folyamatát. Gondoltam, azért lemeózom előtte, és tudjátok, van ez a mém. Na pont így érzem magam, de milyen jó hangja volt. Egészség. Azért ez erős. Kimentem egy 3 percre kb, ameddig idejött volna a kölcsém, addig felgyulladt a bor. Mármint így nyilván nem videóztam le, mert azonnal le akartam így a lángokat, hogy ilyen pici kék lángok csaptak föl ebből, mert ezt ugye ráraktam, hogy könnyebben, na, szóval hogy könnyebben följön, és ebből így itt csaptak fel a lángok, úgyhogy a borra jobban kell figyelni, mint a kisgyerekekre, mert felgyullad. Szia! Megszagolod a bort? Akarod megszagolni a bort? Úristen, ez lehet, hogy rosszat le. Anyu, köszönöm. Véleményezd. Jaj, de szép a könyvet. Az illata nagyon jó. Remélem az íze is. Vigyázz balra. Na. Őszintén, tényleg őszintén. Nagyon finom. Kell még vele valami? Nem. Tökéletes, kicsit meleg. Gőzölög. Annyi megszól, kicsit meleg, gőzölög amúgy a cucc, nem de baj. De nagyon finom. Nézzük az első kóstolást a felgyulladt bornak. Ez tök jó! Ez tök jó! Lehet, hogy kellett neki. Ne. Ez komoly. Egészségetekre, pont a szarvas talpáig ér a bor, mert ma még van sok dolog, amit meg szeretnék csinálni.
Úgy tényleg nagyon-nagyon finom lett. Minden esetre az a tervem, hogy akkor elmenjek a vásárba, vagy elmenjünk a vásárba, így többen, az teljesen fucsba dölt. Úgyhogy ha már nincsen karácsonyi pulcsim, és itt ülök egy piros Stranger Things-es pulcsiban, szóval a holnapi Switch Party-ra, amit mondtam, hogy Rékáikkal lesz, ők mondták, hogy karácsonyi csúnya pulcsiba jönnek, viszont se nekem, se Márknak nincs karácsonyi csúnya pulcsia, úgyhogy karácsonyi csúnya pulcsi vadászatra fogunk indulni, és első ízem, hogy ezt ilyen könnyen kimondtam. Addig is egészségetekre, és próbáljátok ki ezt a receptet, mert nagyon egyszerű és elképesztően gyorsan kész van, főleg, hogyha a bor nem gyulladt fel útközben, úgyhogy hajnaptali. Na jó reggel, most már másnap reggel van, és most indulok a karácsonyi csúnya pulcsi misorra a West Endbe, és 23-a van, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hányan lesznek, de felkészülök minden esetőségre, de a csúnya pulcsinak meg kell lennie, és útközben beugrom a bejglikér is, és még van ma egy másfél órás szinkronom, úgyhogy elég kaotikus lesz ez a nap, de most az első a csúnya pulcsik, úgyhogy menjünk is. Hát, úgy érzem, ennyit is a fehér karácsonyról. Ezek Zénónak tökéletesek lennének, mennyire aranyos. Szerintem ez lesz a nyerő. Végre hazaértem a szinkronból, amúgy nagyon vicces, mert pont ilyen karácsonyi ilyen foodtruckos műsort csináltunk, úgyhogy a karácsonyi hangulatot már kezdtem átvenni, és átvettem a bejgliket is. Mutatom is őket. Szóval ez a diós sárga barack lekváros, ez a gesztenyés, ami szerintem ez a legmasszívabb, és ez pedig a mákos, és van még egy negyedik is, de azt viszem el. És itt vannak a karácsonyi csúnya pulcsik, úgyhogy már is mutatom, hogy néznek ki felvéve. Ez lesz itt Márké, és szerintem ennél tipikusabb karácsonyi csúnya pulcsit rég láttam. Szóval ezek a szarvasok, ez a kicsit ilyen, mintha pixeles lenne az egész hímzése, vagy kötése, vagy hogy mondják, szóval szerintem nagyon-nagyon király. Volt amúgy, ami jobban tetszett, de sajnos nem nagyon volt méret, szóval ez is nagyobb szerintem, mint amekkorának kéne lennie, de nekem nagyon tetszik, de már is mutatom az enyémet. És ez itt az enyém, szerintem ez is nagyon klasszikus, főleg a színeit tekintve, és így az van ráírva, hogy Merry Christmas, és igen, ez egy XL-es, úgyhogy a bőgatyámhoz tökéletesen illik, de sajnos már olyan szinten kapkodták el a karácsonyi csúnya pulcsikat, hogy már egyszerűen nem találtam méreteket, de én ezzel nagyon elégedett vagyok, szerintem abszolút megállja a helyét karácsonyi csúnya pulcsinak, egy picit szebb variásban, de nekem nagyon tetszik. Szerintem sikerült teljesíteni az összes kihívást így karácsony napja előtt. Nagyon last minute-re hagytam mindent, szóval ennyire szerintem egyik évben sem maradt utolsó percre az ajándékvásárlás, a bejgli, meg csúnya pulcsi beszerzés, úgyhogy azért büszke vagyok magamra. Bár a West End-en való rohangálás szerintem kb. Felért egy edzéssel, úgyhogy ez azért nagyon-nagyon durva volt. Senkinek nem ajánlom amúgy ezt az egész last minute hercehurcát. Mindenesetre nagyon jól éreztem magam, és ez a vlog is segített abban, hogy egy picit így a karácsony hangulat átvegyem. Szeretnénk nektek is nagyon kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt és új évet is kívánni. Remélem, hogy békésen, finom kajákkal, jó társaságban telik ez a pár nap, pihenjetek nagyon sokat, és jövőre ígérem több videóval találkozunk, már elkezdtem ötletelni is, hogyha van bármilyen ötletetek, akkor írjátok meg kommentben, és köszönöm szépen, hogy ebben a vlogban is, úgy az egész évben is velem voltatok, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Boldog karácsonyt!